számolja a bedobott üvegek értékét az egyik bonyhádon található automata. A boltokban sok terméken már megtalálható az 50 forintos logó, ami a kötelező visszaváltás díját jelzi. Ezeket így 50 forinttal drágábban vásárolhatjuk meg, mint korábban, azonban lehetőségünk van pénzünket visszakapni, ha az üvegeket visszaváltjuk egy automatában. A Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT által üzemeltetett rendszerre a közelmúltban sok panasz érkezett a nem megfelelő működés miatt. A legutóbb, amikor ott voltam, például nem vette be a plakon. Vittem másikokat, azok nem jók, azt oda kidobtam. Borzalmas, de különben ezzel a MOL, vagy nem tudom, ki csinálja, ez piszkos nagy pénzeket vesz zsebre. Úgyhogy ez gyalázat. Mindenhol az embereket nyúzzák a pénzzel. Még a kispénzű embereket is, minket is, a kisnyugdíjasokat. A tolnaiak közül többen szintén negatív tapasztalatokról számoltak be. Mi használjuk, igen, használjuk, csak ez nem olyan, ahogy a kormány ígérte. Én megveszem az üveget, 50 forintot kifizetek érte. Volt, aki azt sérelmezte, hogy az egyik üzletben található automata nem váltotta be az üvegeket. Nem veszik át, mert olyan automata van, hogy hiába teszem be DC-5-ször, nem veszi át. Utána azt mondták, hogy vigyem, ahol vettem. Ottan meg nincs ilyen maskina, hát akkor hová tegyem? Jaj, ez olyan hülyeség, uram. Hát hogy lehet az, hogy ott van egy vállalkozó, most csak mondtam valamit, és ott onnan, annak az üvegét oda vinni. Hát miért terhelik le azt? Mert azt, hogy az üvegét használjuk oda, az jó. De hát ez össze-vissza van, ez minden csak nem beváltó. Azonban természetesen vannak olyanok is, akiknek pozitív a véleményük a visszaváltási rendszerről. Hát én eddig úgy tapasztaltam, nálam mindegyik működött, tehát nem volt vele probléma. Igaz, hogy egy kicsit nehézkes, mert ugye cipelni kell a sok szagyorba, a sok visszaváltandó üveget, doboz, de nem szoktuk használni. Úgyhogy én szeretem. Én szeretem, legalább megóvjuk egy kicsit a környezetet. A rendszer működésével kapcsolatban e-mailben kerestük a Mohut, azonban adásunkig nem válaszoltak kérdéseinkre. Ozoli Gábor, a szervezet szóvivője az egyik országos kereskedelmi csatornának korábban azt mondta, az emberek túl gyorsan váltják vissza a palackokat, ez okozhat fennakadásokat a rendszerben.